Szeretek köszönni Várványi Barók Beátát, aki a mai előadónk lesz. Az előadás címéből eszembe jutott egy nagyon kedves gyerekkori olvasmányom, Rivai József aranyűrű című regénye, ami Pöttyös-könyvként jelent meg. A történet az eléggé banális szerelmi történet, viszont ami miatt nagyon sokszor elolvastam, és hát valószínűleg nem is volt ez egészen fontos, bár mint tudjuk, Rivai azért foglalkozott ókori történettudománnyal. A ruhák, az ételek és a lakásoknak a leírása. Még máig emlékszem a világoskék ruhára, a borostyán csattal, amit az egyik kislány viselte a regényben. Tehát igen, voltak színek, a falfestményeken is voltak színek, és Bea biztosan elmondja nekünk, hogy milyenek voltak ezek a színek, hiszen az előadást tulajdonképpen azt mutatja meg, amit mi már sajnos ilyen kevés színen láthatunk ezekben a maradványokban, ami egyébként még Szombathelynek még mindig egy óriási érték, hogy ezek egyáltalán vannak. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel üdvözlök, én is mindenkit, Várványi Való Beáta vagyok. Eredeti szakmám szerint régész technikus, és most ebben a minőségemben állok itt. De azért szeretném köszönteni jelenlegi munkahelyem igazgatóját, Kis Gábort is, aki szintén megtisztelt a jelenlétével, és természetesen minden érdekel. Nagyon örülök, körülbelül a 7. cél létszámával ér fel a csapat. Nem használó mikrofon, szerintem elég erős a hangom, és hogyha megengedik, akkor ülnék, ugyanis indítanom kellene a képeket. Először is köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni. Elsőképp Mentonnak, Ilon Gábor régésznek, aki megismertetett a régészet különleges világával. Igazán 5. koromban határoztam el, hogy régész is tanár leszek. Ez részben sikerült, a régésztechnikusságig elindultam. Aztán a feltárások vezetőinek, Bósz Teréziának, Megyes Magdolnának, Kis Gábornak, Soszteri Csokónak, Szent Életi Tihamérnak, Kis Péternek, Nyerges Anitának és Szilasi Attila Botond régészeknek is köszönöm a munkájukat és azt, hogy beszámolhatok az ő eredményeikről. Nem lehet kihagyni a restaurátorokat, akik szerintem méltatlanul kevés figyelmet kapnak, nem csak a szakmában, hanem a közönség előtt is. Edőcs Juditot, Gereben Zsófiát, Harsányi Esztert, Kurovszki Zsófiát, Gyarmati Andrást és Heiter Andrást szeretném megemlíteni majd önöknek. És természetesen kedvenc volt kollégámat, Zserdák Ferenc geodétát sem lehet kihagyni a sorból. Talán ő az egyetlen ma Vas megyében, aki mindent tud a régészeti feltárásokról és egyáltalán Vas megyéről. Ő már nyugdíjas, de még mindig dolgozik a Szavária Múzeum régészeti osztályán, és nagyon sajnálom, hogy most már 4 éve nem vagyunk kollégák, de nagyon-nagyon nagy tudású embernek tartom, és nagyon sokat köszönhetek neki. Ha térjünk rá magára az előadás témájára, egy híres ókori szerzőtől, Vitruviustól szeretnék először is idézni önöknek. A festmény annak a képása, ami létezik, vagy ami létezhet, mint például emberek, épületek, hajók, vagy más dolgok. Ezekből a meghatározott és biztos testekből veszik a mintaképet akkor, amikor hasonlásaikat ábrázolják. Ezt a szakszöveget szeretném egy picit feloldani Zsidi Paula szavaival. Vitruvius néhány mondata rávilágít arra, hogy miért felbecsülhetetlen és mással nem helyettesíthető forrása az antik kultúrának a falfestmény. Festett falak, ez szerint tehát a római kor emberének világképét kell, hogy tükrözzék. Azonban addig még egy képhez hozzáférhetünk, igencsak küzdelmes utat kell bejárnunk. A falképek feltárása, felszedése, konzerválása, restaurálása és rekonstrukciója, szemben más emlékcsoportokkal, az előkerülés pillanatától, a kutathatóság és értelmezhetőség pillanatáig sokszor évek munkája. 21 évvel ezelőtt, 1998. május 2-án adhattam elő ilyen témakörben. Ez a római kori falfestészet Pannoniában című nemzetközi konferencián Komáromban történt. Zsidi Paulával már ekkor szoros kapcsolatban álltam, hiszen akkoriban ő számított a magyar falfestmény kutatás duanyének tulajdonképpen,
ő volt az, aki szinte mindent tudott az Aquincumi polgárváros és egyáltalán Pannonia ilyen jellegű díszítő művészetéről. Ő a BTM Aquincumi Múzeumának most már nyugalmazott igazgatója, illetve a Budapesti Történeti Múzeum nyugalmazott főigazgató helyettese. Hogyha az antik világ rámaradt épületeire gondolunk, legtöbbször hófehér márványteplomok és fehér szobrok jutnak az eszünkbe, pedig bizony ez a világ topzódott a színek fantasztikus tartaságával. Szombathely szabálya, amelyet ugye Claudius császár alapított körülbelül 50-ben, az ő városának épületei sem voltak hófehérek, mint az Ízeum helyreállított szentélyére nézve gondolnánk. A színeknek annyi árnyalata volt, hogy összesen számolhatták a szaváriai polgárok. És hogy honnan is tudhatjuk ezt manapság? Hát vitathatatlan forrásként ott van nekünk egy vulkán hamuja arról kiszabadított színpompás város, Pompej, melynek épületei megőrizték számunkra egy letűnt világ csodás színharmóniáját. Pillantsunk bele Pompej házaiba. Mint láthatjuk, az oszlopok lábazata sötét bordó színben pompázik, a falaknak pedig általában a lábazata szintén valamilyen sötét szín mutat, például feketét. Ennek praktikus, gyakorlati okai voltak. Azt hiszem többségében hölgyek vannak jelen, de talán a férfiak is szoktak segíteni a házi munkában, hogyha felmosunk, akkor ugye a szennyezett víz felcsapódik a padlótól egy picit feljebb is, és a romaiak, hogy ne kell annyit újra festeni a falakat, ezért nem világos színűre festették, hanem minél sötétebb színt alkalmaztak. Így próbálták ugye megóvni a falakat. Nagyon jellemző volt a zárt udvar, amelynek a közepén ugye kertek találhatóak, középen vízgyűjtő medencével. Ezeket a gyönyörű árkádokat is kifestették, itt az oszlopoknak lehet látni a maradványait, amelyeket pluszban még ugye bevakoltak, és általában valamilyen kis díszítéssel is ellátták. A rómaiak nagyon kedvelték a mitológiai jeleneteket is, és a mindennapi életből is vettek természetesen példát, és ezeket gyakorta ábrázolták a falakon. Ezért találkozhatunk ételekkel, állatokkal, növényekkel, és ezeket annyira szépen és naturalisztikusan festették meg, hogy a biológusok nagyon sok mindent így tudnak megállapítani, hogyha van már olyan kihalt állatfaj vagy növény, amelyet ugye azóta már nem ismerünk, a római falfestmények még róluk is beszámolhatnak. Sajnos mi azért nem vagyunk ennyire szerencsés helyzetben, hogy egy komplet városban érezhetjük magunkat, amikor Szaváriáról beszélünk. A város neve, hogy ez a Colonia Claudia Savarensium, ezt általában rövidítve csak Szaváriának szoktuk emlegetni, de a diákjaimtól mindig elvárom, hogy megtanulják a teljes kifejezést. Ez ugye azt jelenti, hogy a Szavária Claudiusi kolóniája, amelyet természetesen Claudius császár alapított, és ha már könyvtárban vagyok, akkor nem tudtam kihagyni sem egy könyv alá a könyv ajánlót. Kedvenc regényem Graves-től az én Claudius, úgyhogy ha valaki szeretne szavári alapítójával egy kicsit közelebbről is megismerkedni, akkor szerintem a könyvtárban biztosan megtalálható, nem is egy példányban. Hogy kik is alapították ezt a várost, hiszen benne van a nevében alapított város, a 15. Apollinaris legió kiszolgált katonái és itáliai kereskedők érkeztek ebbe a városba, és a város körülbelül valahogy így nézhetett ki, és középen találhatjuk a belvárost, a ki- és bevezető utakat, és ez az út pedig mindenki által ismerős, hogy ez a Borostyán kőút, amely egészen az északi tengertől Rómáig vezetett, és ugye mindenki tudja, hogy nem Borostyánból készült, mert a gyerekek hajlamosak ezt mondani, amikor megkérdezem, hanem a Borostyán kőút számították rajta. Nem olyan régen elkészült a város makettje, nem tudom, hogy esetleg találkoztak-e már vele, azért tettem be ezt a képet.
Természetesen maga a város teljes kiterjedése nincsen feltárva. Nagyon jó lenne, ha lehetnének továbbra is tematikus ásatások, de a jelenlegi helyzet sajnos ezt nem teszi lehetővé. A régiszótás, ahol lehet, és ahol beruházás zajlik. Úgyhogy nekünk most már jó 20 éve vannak olyan helyeink, amit nagyon szeretnénk feltárni, majdnem 80%-os biztonsággal. Tudjuk is, hogy mi lehet ott, de nincs lehetőségünk feltárni és bemutatni ezt önöknek. Ami eddig feltárásra került, és a belváros déli szakaszán megtalálható, ugye a mindenki által ismert Ízeum, aztán az Évonalom. Itt ez a déli városfal, amit még szintén ismernek, ez az OTP alatti T alakú útkereszteződés, és aztán természetesen a Romkert, itt a városfalnak az egyik is erődítése, és még természetesen nagyon sok minden, de ezek azok a helyek, ahonnan konkrétan falfestmények is kerültek elő. A Lady fotóra kollégáim rávetítették, a korai városnak a kiterjedését láthatjuk rajta, középen szintén pirossal ugye a Borostyán utat jelölték. És hogy el is tudjuk képzelni, hogy milyen házakat kellene megtalálnunk még, ugye általában mi csak az alapját látjuk ezeknek az épületeknek. Nekem a főtéren volt szerencsém, hogy körülbelül 2,5 méter magas falral körülvett területen állnom egyszer, amikor a szökőkutat áthelyeztük a régi helyéről ugye az új helyére, és ott volt egy tematikus feltárásunk. Tehát körülbelül az ajtó gerendájáig állt ott is egy igazi római kváderfal. Hát ezt sajnos szintén vissza kellett temetni, és ugye ott van a helyén most az új szökőkút. Sajnos tehát ilyen épületekkel mi már nem fogunk találkozni. A városban egyébként 1937-től kezdve kerülnek elő falfestmény és vakolattöredékek. Az elmúlt 60 évben, főleg 2000 előtt nagyon kevés figyelmet fordítottak a színvonalas falfestmények feldolgozására és publikálására. Az Évonalon területén feltárt leletegyüttes volt az, ami a kezdetét jelenti tulajdonképpen a szaváriai modern falfestmény kutatásnak. Jelenleg az ásatási napló és jelentések körülbelül 25 lelőhelye kapcsolatban említenek falfestményeket, és ebből 8 lelőhelyen volt végezhető látványos feldolgozás. A falfestménnyel díszített épületek többsége középület volt, tehát fürdő, a császári palota, vagy szentély, de a nagyobb magánházak falainak festése is gyakran előfordult, és nem csak az épületek belsejét festették ki, hanem a külső homlokzatokat is. Ez pedig egyedülálló, hogy meg is maradt Szaváriában. Pillancsunk be egy ház belsejébe. Ez egy implóvium, egy esőgyűjtő csatorna, amit aztán később ugye számtalan módon fel tudtak használni, de felfrissítette akár a levegőt is. Manapság egyre több ilyen számítógépes prezentáció készül, amelyeknek a segítségével ugye be is tudunk lépni az épületek belsejével, és talán itt sokkal könnyebb elképzelni, hogy hogyan is értek elő legyen. Thank you.
határhelyiségekről, a konyháról se feledkezhetünk meg. Amint láttuk, még ez is díszített volt, tehát erre is nagyon odafigyeltek. Kedvenc kérdés a gyerekeknek mindig, hogy mit tettek a rómaiak, ugye hát az ő ételkultúrájuk nagyon híres, főleg a habzsolás terjedt el, és a széles válasz. Ugye Apicius szakácskönyve az, amiből recepteket is megtudhatunk, és el is lehet készíteni egyébként ezeket az ételeket. Az iskolában volt már rá példa, hogy a római korból vett ételeket kipróbálhatták a gyerekek. A világítást bronzmécsesekkel vagy agyagmécsesekkel oldották meg. Most pedig akkor térjük rá azokra a lelőhelyekre, ahonnan már rekonstrukciókat is tudok önöknek mutatni. Számmal jelöltem a térképen azokat a helyszíneket, ahol az elmúlt 20-25 évben feltárásokat végeztünk a kollégákkal, és ezekről szeretnék önöknek egy kicsit részletesebben beszámolni. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mekkora munka ez, meg kell azt is mutatnom önöknek, hogy hogyan zajlik egy-egy ilyen régészeti leletnek a feltárása. A falfestmények természetesen általában in situ, tehát az adott helyszínen kerülnek elő, és nem vagyok annyira szerencsések, mint a pompeiek, hogy lábon áll a festmény, ugye, tehát hogy a falon van rajta, hanem ugye ezek általában összedőlt házak maradékai között találhatóak meg. Hogyha ez az épület ugye összedőlne, elnézést, hogy erre célozgatom, de ugye beomlik a tető, tehát a mennyezet festése, ha lenne, akkor az ugye az lenne legalul, és erre dőlnének rá mondjuk az oldalfalak, mint egy jó kis torta, réteg sor, így találnánk meg őket pár száz év múlva. Kurovszky Zsófia, a Nemzeti Múzeum restaurátora nagyon sokszor segítségünkre siet, hogyha egy kicsit bonyolultabb a régészeti szituáció. Ő már 25 éve ezzel a témával foglalkozik, és tényleg ő az egyik leghíresebb restaurátor az országban. De azért Szombathelyen, Szamáriában is vannak nekünk nagyon jó restaurátorai. Baloldalt Együtt Juditot látjuk, bár az arcát nem, de gondolom azért elég sokan ismerik Juditkát. Sárvári Kata még nagyon fiatalon kezdett itt a múzeumban, azóta dolgozott már Budapesten, most éppen, ha jól tudom, a Váci Múzeum restaurátora. A helyszín, ahol vagyunk egyébként, és láthatjuk, hogy egy nagyon összedőlt épületnek a maradványait próbálják Jutkáék megtisztítani. Ez a volt Édász, Magellán Center, vagy nem tudom, mi lett volna belőle, hogyha nem fáskertet nevelgetnénk ott éppen. Ott egy szentélyt talált Kis Péter régész kolléga, és annak a falfestmény töredékeit bontogatják itt a kollégák. Még egy pár ásatási fotót hoztam önöknek, látható, hogy az Izeumban készültek 2003-ban, tehát nem vagyunk túl szerencsések, nagyon pici, apró töredékeket találunk legtöbbször. Ha szerencsések vagyunk, akkor fejjel lefelé vannak, megmondom őszintén, hogy kevésbé sérülékeny, legalábbis a kiemelésnél, mint hogyha ugye így fejjel felfelé találjuk meg ezeket a töredékeket. A bal alsó töredékre azért felhívnám a figyelmet, itt egy bekarcolt és graffiti látható valamilyen állatnak a hátsó párja. Nagyon finom apró szerszámokkal, ecsettel, picisekrővel szoktunk dolgozni, és ezekkel emeljük ki tulajdonképpen, megpróbáljuk minél kevesebb sérülést okozva a falfestményeket. Mondom, hogy ha szerencsénk van, néha azért előfordul egy-egy falszakasz, na ez Pompejben van, de azért volt már itt is például a Kőszegi utcában, de az hófehér volt sajnos. És kíváncsi lennék esetleg, hogy valaki felismerje, hogy ez a felső vagy az alsó, ami ugyanaz a kép egyébként, hol található? Ez egy külső vakola. Szuper, így van, a Romkert, és ahogy mondtam, szinte Pannoniában egyedülálló módon csak itt, a mi szaváriai Romkertünkben található külső homlokzati falfestés. Úgyhogy erre nagyon büszkék lehetünk. A felső képen egy régebbi rossz állapotú töredék darabot láthatunk. Alatta viszont ugyanez a falszakasz már megtisztítva található. Jelenleg persze ez sem látható, de erről még fogok beszélni.
A következő lépés, ugye mielőtt kiemeljük a töredékeket, hogy le is kell őket rajzolni, ez a dokumentáció része, készülnek fotók, de rajz minden esetben készül. Ennek ugye alapvetően két fajtája van, a felülnézeti rajz, ez éppen az Éva Malom udvarán ásott kutatóárok. Bocsánat, ugye mindenki tudja, hogy mi az Éva Malom, ugye az Izam előtt, utána kínai, meg mindenféle most éppen üresen álló épület. Annak az udvarán Sosztarichtól és Megyes Magdolna nézett egy feltárás, és annak a különböző periódusait láthatjuk a rajzon, egy kicsit közelebbről is, ugye különböző méretarányban készülnek el ezek a rajzok. Kőfalakat látunk, kiszedett falat, padlótéglát, és itt tulajdonképpen közte pedig a levert falfestmény töredékeket találtuk meg. Mindig készül metszetrajz, ugye ahogy haladok lefelé a dobostortában, szépen látszanak a különböző részek, és talán feltűnöm, hogy a 158-as kutatási egység egyébként ez a KE, ebben a rétegben körülbelül 210 cm mélységben találtak nagyon sok falfestmény töredéket a régész kollégák, és ezeknek került sor később a rekonstruálására. De ahhoz, hogy rekonstruálni is tudjunk valamit, ugye meg is kell tisztítani, és össze kell illeszteni ezeket a pici apró falfestmény töredékeket, kis puzzle-öket. Hát ez sem egyszerű. Régen a Szabályai Múzeum raktárában, ahogy mondtam, a 2000-es évek előtt nem igazán fordítottak figyelmet a falfestményekre. Szentéleki Tihamér ugye az 50-50 megtalált szabályai ízeum ásatásán rengeteg falfestményt feltárt. Egy részét be is szállították a múzeumba, ezt még fel is tudtuk használni a jelenkori ásatási rekonstrukciónál, de nagyon sokat kidobtak. Ezt azért tudom mondani önöknek, mert jelen voltam az újkori feltáráson, és találtunk a törmelék között csodálatos megtartású falfestményeket, amelyek akkor nem számítottak értékesnek. Magukra a tárolásukra sem fordítottak, mint látják, nagy figyelmet, fadobozokban vagy rekeszekben, abszolút nem zárva, hanem csak egy ilyen kis papírhattával lefedve találtuk meg őket a raktármélyén. Jelenleg ilyen zöldséges tároló rekeszeket használunk, az aljukra mindig alufóliát teszünk, és hogy miért, ezt is mindjárt elmesélem. Amikor már válogatjuk, ez éppen az akvinkumi látványraktárnak a felső szintje, akkor ugye látszik, hogy ezek már meg vannak szépen tisztítva, és a rekonstruálás miatt vannak fejjel felfelé fordítva, ugye, hogy könnyen lehessen őket azonosítani, de alapvetően színükkel lefelé tároljuk őket, hogy minél kevésbé sérüljenek. Aztán megkeressük a puzzle egymáshoz tartozó részeit, kis apró számocskákkal is ellátjuk őket. Hát valamikor elég sok szám kell hozzá. Mert hogy ilyen pici kis töredékeket találunk mi. És nagyon fontos, hogy ellentétben a puzzle-nél, ott ugye csak a felület számít a falfestménynél, a vastagság. Ugye nem mindegy, hogy a falszakasz föntről vagy oldalról került elő, és az alapozás ebben nagyon sokat tud nekünk segíteni. Magának az alapozásnak a minősége, vastagsága nagyon sok mindent elárul a falfestmény eredeti helyzetéről. Ha rosszul vannak tárolva a falfestmények, akkor sajnos könnyen megjelenik rajtuk a penész, ezt elég nehéz eltávolítani, illetve az úgynevezett lába minta. Amikor a Széli utcai falfestményeket elkezdtük ezekbe a rekeszekbe bepakolni, akkor még nem tettünk alá alufóliát, és a rekeszeknek a szép kis lenyomata, hát egy-két hónap múlva a rossz szellőztetési raktárban kiült, tulajdonképpen egy ilyen sókiválás indult meg. Ezeket csak ilyen kis fogászati eszközökkel, termékkel manuálisan lehetett a restaurátoroknak eltávolítani. Hát elég sziszifuszi munka volt. De nem csak mi járunk így, azért Pompejben is vannak rossz megtartású falfestmények. A bal oldalsó oszlopban látjuk, hogy most hogy néznek ki a freskók. A jobb oldaliban, bocsánat, nem most, hanem régebben, a jobb oldali oszlopban pedig azt látjuk, hogy a megtisztítás után mennyivel szebbek, élénkebbek lesznek a színek, ott is ezt manuálisan végzik. És hogy hogyan? Ugye mondtam, nekik szerencséjük van, tehát vannak falon falfestmények, és sokkal könnyebb őket tisztítani. Egy-két képet hoztam erről. Tehát ők sokkal jobb körülmények között tudnak dolgozni. És nagyon fontos, ahogy mondtam, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy milyen színeket és hogyan használtak a rómaiak.
ehhez ugye az anyagvizsgálat szükséges. Maga a freskó szó egyébként az olasz affresco, vagyis friss szóban elépnéből származik, és tulajdonképpen a módszer lényegét írja le. Méghozzá a módszer lényege nagyon egyszerű, annyi, hogy a frissen felvakolt mennyezetre vagy oldalfalakra festünk, ez a bone fresco technika egyébként, vízzel elkeverjük a pigmentet, és nagyon vékony rétegben festünk erre a nedves előkészített falra vagy malterre. A pigment szépen beszívódik a nedves vakolatba, egy pár óra eltelik, megszárad a vakolat, és tulajdonképpen egy reakció indul be a levegő segítségével. Ez a reakció rögzíti a festék szemcséket a vakolatban, és így a festmény hosszú ideig, tanúsíthatom, akár 2000 évig is ugyanazt a színt fogja mutatni, mint amikor felrakták a falra. Hoztam önöknek egy pár rossz megtartású freskót. Ugye a bal oldalsó a freskó, ami láthatjuk, hogy azért nem mindegyik marad meg ugyanolyan állapotban. Jobb oldal pedig szekkóval találkozhatunk, erről is mindjárt mondok még egy-két szót. Hogyha megfigyeljük súrló féten a falfestő darabokat, akkor is nagyon sok minden információt megtudhatunk róluk. Ez például a romkertben talált töredék volt, és jól mutatja, hogy milyen egyenetlenül kenték fel az alapozó vakolatot a mesterek annak idején. A színek. Alapvetően naturális színeket használtak a rómaiak, de nekünk ez ma nagyon élénknek tűne egyébként. Ugye a vörös mondtam, hogy egy alapvető szín volt, ezt pompei vörösnek is szoktuk ugye hívni. Hematitból nyerték. A kék, ez az egyiptomi kék. Szőnyben például a 3. században használtak ugye ókerszínt, ezt a götitből nyerték, vagy zöldet, ezt pedig a zöldföldből. És ugye teraszigi látákat is színeztek, ehhez is hematitot használtak. Különböző feltárásokon apró kis bögréket is szoktak találni a kollégák, és ezekben, hogyha szerencséjük van, akkor akár még a színező anyagot, a kis festék rögöcskéket is meg lehet találni, és ezeket ugye kémiailag át szokták ilyenkor vizsgálni. Hát valamikor nagy mennyiségben találják, ehhez sajnos még nem volt szerencsém. Az Izeóban egyébként, hogyha bemennek, akkor ott is láthatnak ilyen kis szemcséket, töredékeket. És hoztam önöknek, ugye én a tárgyakkal tanítás tanulás híve vagyok, de most más nem volt nálam, úgyhogy gyorsan megragadtam egy tüskés bíborcsigát, úgyhogy én ezt így körbe is adnám. Mert sokan nem tudják, hogy egyetlen gram festékhez, amit a csigából nyernek, körülbelül 10 000 ilyen pici kis csigát kellett megölni, hogy így mondjam. Nagyon drága volt éppen emiatt ugye a vörös festék. Ezt kelmefestésre is használták, nem véletlen, hogy ugye a császárokat is bíborban születettnek szokták emlegetni, mert hiszen ez csak a gazdagok előnyoga volt, hogy ki tudták fizetni ezt a számtalan csigát, de nem csak kelmefestésre, hanem bizony falfestésre is használták, hát természetesen nem az utolsó kocsma hátsó helyiségét festették ezzel a festékkel. Aztán miért mondtam, hogy a vastagság és a hátlag is számít? Hát azért, mert ugye a rómaiak is már rájöttek arra, hogy sokkal jobb, hogyha van valami kötőanyag, ami segít annak, hogy ott maradjon a falfestmény az eredeti helyén. Ehhez általában nádstukatúrt használtak, és ezeknek a nádstukákat a szálaiak a lenyomata rendkívül jól megmarad és megfigyelhető a falfestmény hátoldalán. Tehát, hogyha több ilyen töredéket találunk, akkor hátlap is segít nekünk, nem csak az előső lap, ugye, mert a vonalnak az iránya az megállapítható, és akkor tudom, hogy biztosan egymás alatt fölött helyezkedett el, és ugye nem fordítom el, pedig azt hinném, hogy úgy van a motívum, mert megnézem a hátulját, és akkor tudom, hogy a nádat ugye azt a így akadták fel. Említettem a freskó festéssel szemben a szekkó festést, ez azt jelenti, hogy száraz vakolatra festenek, így a pigmenteknek már egy külön kötőanyagra van szükségük, ugye, hogy be tudjanak olvadni az alapfalba. Ez a külön kötőanyag nagyon sok színű lehet, például tojás, tempera, ragasztó vagy olajfesték, de mivel a szemcsék ugye a vakolatba ágyazódás helyett rajta vannak a fal felületén, ezek a festmények sokkal sérülékenyebbek, és ezért nagyon könnyen felismerhetőek.
főleg ásatás során, hogyha nem figyelünk és valaki elkezdi tisztítani ezeknek a szekóknak a felületét, óvatlanul is, de le lehet törölni tulajdonképpen a motívumokat, csak az alapszín fog megmaradni, úgyhogy ezért nagyon figyelni kell. Itt láthatunk például egy ilyen szekót, mert hogy itt nem a felületre festettek, hanem valamiért az oldalra, lehet, hogy a festő itt próbálta ki, hogy milyen színekkel óhajt majd a későbbiekben festeni. Vitruvius ajánlott egyébként egy megoldást arra, hogy hogyan lehet megúvni a falaknak az épségét és a fényét. Ő egy ilyen úgynevezett punviaszt alkalmazott, ez méhviaszból és lúgból készített viaszos szappan volt. A leírása szerint, hogy ha azt akarod, hogy a festményen megmaradjon az élénk piros szín, akkor a festett falra kemény ecsettel kell ilyen olajjal kevert olvasztott punviaszt, aztán tégy parázslószeret egy vasserpenyőbe, és alaposan melegítsd át vele a falat, így a viasz megolvad és szétterül a falon. Aztán dörzsöld végig egy gyertyával, majd egy tiszta ruhával, amit márvány szerűvé nem válik. A punviaszból képződött réteg megvédi a festéket a hold és a napsugarainak romboló hatásától. Biztosan mindenki emlékszik azokra a konyhákra, amelyeket ilyen szép olajzöld festékkel szoktak a nagy szülők kifesteni, legalábbis nálunk a nagyéknak ilyen volt a konyhában. Természetesen ennek is volt használat, a fröccsötös írt már könnyen lehetett ugye róla törölni. Hát lehet, hogy a rómaiak is már emiatt is alkalmazták ezt a pólviasz technikát. És akkor nézzük még a hátoldalakat. Nagyon sok rétegből áll egy római vakolat, ezeknek a rétegeknek a vastagságát és minőségét Vitruvius kitűnően taglalja. Itt láthatunk még megmaradt nádvesztőt is, tehát nem csak itt ugye a lenyomat látszik, itt maga a nád, amelyeket így összekötözgettek ráadásra, hogy semmiképp ne hulljon szét. Néha vesszőt használtak, tehát hogyha nagyobb volt a fal, mint például itt is, akkor már sokkal vastagabb volt a lenyomat is. És természetesen az is előfordul, mint manapság, hogy csak a festő így a kezével beleharcolt a friss vakolatba, és akkor utána viszi fel rá a következő réteget, és így marad fel tartósabban a falon a már színezett rész. És amit manapság is előszeretettel használunk, a gipsz stukkó, hát ezt sem találtuk ki, hanem ugye a rómaiak. Ráadásul a tömeggyártásban készítették el, előre nyomtatták lécek segítségével, amíg puha gipszbe egyébként ezeket a motívumokat, és utána ezeket így árusították, és meg lehetett vásárolni, és utána felragasztották tulajdonképpen a falra. És akkor a technikáról egy-két elképzelés arról, hogy ugye hogyan is dolgoztak ezek a festők. Természetesen nagyon gyorsan kellett dolgozni, mondjuk egy ekkora tervet, ugye nem úgy volt, hogy na majd azt mondom, jövő héten jövök és két hét múlva befejezem, mivel a freszkó ugye igényelte a nagyon gyors munkát, hiszen még nedves vakolatra kellett festeni, úgyhogy biztos, hogy többen csoportban dolgoztak, és valószínűleg megvolt a munkamegosztás is, tehát hogy az egyik festő elkészítette az alapfalat, és a következő megcsinálta ugye az alapszín, a harmadik pedig jött, és a finom munkálatokat, a finom kis mitológiai vagy egyéb ábrázolásokat festette fel azonnal a falra. Egy-két szerszámot is találtak kollégák, ezeknek a rajzait, illetve fotóját hoztam, elnézést, nem olyan jó minőségűek ezek a képek, múzeumban nem lehet fotózni, legalábbis némelyikben, azért próbálkozunk. Különböző kis malteres vakolókanalak ugyanúgy megtalálhatóak, mint manapság. És hogy miért mondtam azt, hogy vannak vándor festők? Hát mert abban az időben is ugye nem mindenki volt profi. Viszont a gazdagok itt Szabáriában is szerették volna, hogy igazi pompei minőségű vagy római minőségű falfestményekkel díszíthessék a saját otthonaikat, és ezért vándor festőket alkalmaztak. Ők mintakönyveket hoztak magukkal Itáliából, és úgy, ahogy ma tapétát választanak, vagy színt, falfesték színt, volt egy katalógus, amit szépen fellapoztak és rábögtek, hogy a pénztárcájuktól függően, vagy ízlésüktől, hogy én ezt a motivumot szeretném, és ezt a szín kavalkádot szeretném a falamra, és utána akkor a festők ugye ezzel álltak elő. Két vándor festőt ismerünk Szaváriából, Launio élt 50 évet és 11 napot, és Secundinus, aki 25 évet és 7 napot élt, és a társaik állították neki ezt a sírkövet, és még ugye azt is tudjuk róla, hogy ők már ókeresztények voltak, hiszen rajta a sírkő tetején van a fax
felirat, ugye, amelyet az ókeresztények használtak. És akkor végre mutatnék önöknek egy-két csodálatos rekonstrukciót. A mozi, mindannyian tudjuk, hogy jelenleg hol található, de ugye előtte nem ott volt mozi, és az ott álló házakat miután lebontották, ugye ez a Kőszegi utca és a Mártírok tere torkolata, ott 1970-ben Szentlélek Tihamér és Megyes Magdolna egy lelepmentő ásatást folytatott, és a feltárás során kiderült, hogy a második század végén ott ilyen római épületek voltak, ezeket felújították, aztán megnagyobbították, és padlófűzésre hipokausztóban is ellátták, tehát egy vagyonos emberé lehetett ez a épület. Természetesen ő is kifestette a épületét, ornamentális növényi díszítésű falfestmény töredékek kerültek elő, sajnos a feldolgozásuk máig várat magukra. Ezeket a töredékeket találtam kb. 20 évvel ezelőtt a raktárban, hát szerintem azóta sem volt hozzájuk senki sajnos. Aztán a következő helyszínünk, ha már emlegetett Éva Malom, itt található az Ízlám előtterében, ugye a rajzokon már láttuk a feltárás magát. 1996-ban Megyes Magdolna és Sosztai Csótó ásatása során kb. 200-260 cm mélységben találtak falfestmény töredékeket, ezeket leverték, elegyengedték, elkülönírozták. Valószínűleg a második századból találhatóak itt. Kőszerkezetű, tehát kőből épült ház falát díszíthették. 3,5-6,5 méteres szoba volt az, amit konkrétan feltártak autóik, és a Pompei negyedik stílushoz köthetjük. A Pompei negyedik stílus jellemzője az, hogy nagy tükörmezőkre osztják, kandeláberekkel tagolják, felős tukkóval zárják el, és általában növényi díszítéseket vagy geometrikus motívumokat találunk rajtuk, és természetesen nagyon sok színűek. Maga a rekonstrukció folyamata általában úgy zajlik, hogy kiválogatjuk a töredékeket, főleg amelyeket egymáshoz is tudunk illeszteni, az nagyon jó, de amit itt láthatják, hát nem igazán találtunk olyanokat. Egy gipsz labba, meg hungarocell labba belemélyeztettük tulajdonképpen az eredeti töredékeket, majd kollégám Szilasi Attila Botond, aki akkor még csak 3 éves főiskolás rajztörténelem régésztechnikus szakos hallgató volt, az ő segítségével kiegészítettük a motívumokat. Ehhez természetesen nagyon sok kutató munkát végeztünk, és rajzokat is készítettünk, próbáltuk elhelyezni a töredékeket. Sajnos 100%-ig nem lehetünk biztosak benne, hogy hogyan is nézhet ki, de nagyon izgalmas, hogy a rómaiak is már használtak körzőt és vonalzót, úgyhogy Botonnak nagyon könnyű dolga volt tulajdonképpen, mert hát lemásoltuk az egymást metsző kis köríveket, úgyhogy teljesen szabályosan csalhattunk, úgy, ahogy a rómaiak is annak idején. És aztán a végén valami ilyesmi alakult ki, elfordítva mutatom inkább. Jelenleg a Szavária Múzeum látvány raktárában található, legalábbis remélem, hogy még kint van. Nem tudom, mert pár éve már nem jártam ott. Minden esetre 2001-ben állítottuk ki először, ez egy ajtóbélelet tulajdonképpen, így lehet bemenni a szobába, itt egy stukkót találunk. Ugye felette van egy kis növényi indás díszítés, ezt hívjuk kandellábernek, és akkor itt jön a geometrikus keretelő motívum, és itt valahol középen szokott lenni figurális ábrázolás. Utána elvittük külföldre, 2003 Brno, 2004 Bécs, Grác, és meglepve tapasztaltam, hogy 2017-ben, amikor Pompeiből hoztak el különböző tárgyakat, akkor Szegeden is kiállították, bár hogyha ráközelítenénk, az van odaig, hogy a Nemzeti Múzeum rekonstrukciója. Hát nem. 2000-ben a Szili János utca 19-ben egy helyiség teradzó padlója arról kerültek elő szintén levert falfestmények, freszkó és szekkó technikával vegyesen készültek, Sosztai Csótó ásatása volt. A fal magassága itt is elég nagy, 3-3,5 méter, a szélessége 5 méter, tehát ez azért elég szép szakasznak számít. Körülbelül a második századra tehető, ugyanígy Pompei negyedik stílushoz soroljuk. Az érdekessége az, hogy lebegő alakokat találhattunk a falképek közepén. A rekonstrukciót én magam, Edőcs Judit, Harsány Eszter és Kurovszki Zsófiával alkottuk meg. Nem volt szintén egy kis munka.
Júci láthatóit, körülbelül 150 rekesz falfestményt kellett kiterítenünk, hát előtte restaurálni, aztán kiteríteni, kiválogatni, melyek az egymáshoz illők, és egyáltalán, hogy a falszakasznak melyik darabjaihoz tartozhatnak. Jutka itt még mosolyog, az elején van. És aztán, mivel nem mindig találjuk meg tényleg az egymáshoz időket, de mégis úgy érezzük, hogy egy kicsit passzolnának, ilyenkor jön a térbeli puzzle, amit láthatják, itt már egymásra is helyezgetjük ezeket a töredékeket, mert valószínű, hogy összetartozhatnának, de legalábbis a motivumot így talán könnyebb lesz kirajzolni. Mindig pauszra vagy rendes papírra lerajzoljuk, mert sokkal egyszerűbb a papírokat tologatni és puzzle-ozni vele, mint magát a töredéket, hiszen az akkor megsérülne, úgyhogy egy kis rajztudás mindenképp kell a rekonstrukcióhoz, hogy aztán összeálljon mondjuk egy ilyen nagyon szép kandeláber motívum. Persze vannak értelmezhetetlen töredékek, a gyerekektől mindig meg szoktam kérdezni, hogy szerintük ez micsoda. Hát volt itt már oroszlán, napkult, nem is tudom, mindenféle emberarc. Nem igazán tudjuk eldönteni, pedig már tényleg nagyító mikroszkóppal mindennel néztük, analógiákat is kerestünk, de nem tudjuk 100%-ig megállapítani. Vagy ez úgy néz ki, mint egy valamilyen hangszer, valamilyen húros hangszer is lehetne akár, de aztán lehet, hogy teljesen félre próbálom magyarázni a motivumot. Nagy kedvencem volt körülbelül, hát nem is tudom, biztos egy évig pakolgattam ezt a töredéket. Ez is egy kandelláber töredék, nagyon sok apró darabot találtunk hozzá, nekem nagyon tetszett a színe. És a lényeg, ami miatt igazán híres lett tulajdonképpen ez a rekonstrukció, ezek a lebegő alapok. Amikor ezt a töredéket megtaláltuk, hát akkor így furcsán néztünk, mert ha csak ezt nézem és nem tudom, hogy így néz ki, akkor nehéz elképzelni, hogy szerencsétlennek miért állnak így a lábai. De aztán ugye analógiák segítségével, meg egy-két táncos bevonással rájöttük, hogy egy fordulatot végez a hölgy, és pont ugye azt látjuk, ahogy elfordul, de még nem lép vissza. Úgyhogy nagyon sok rétűnek kell lenni ahhoz, hogy egy rekonstrukciót jól meg lehessen találni. Sajnos a lába minta szerintem még itt is kivehető, ezek ugye a rekesz nem való helytelen tárolásnak voltak a következményei. Maga a falszakasz tehát valahogy így képzelhető el, középen kandeláber, tükörmező, ott a levegő, alapok, ugye a lábazat, szintén-szín díszítése. Ha szerencsénk van, akkor akár még ilyen hármas találkozási pontot is megtalálhatunk, és akkor egyértelmű a sávok vastagsága, itt fönn pedig stúfóval zárták le, tehát egyértelműen a Pompei negyedik stílushoz köthető. A már említett körző használatra egy újabb példa. A főtér 3-6, 1991 és 92 között Sósztali Csonta és Megyes Magdolna által vezetett régészeti ásatás során 120 ládányi falfestmény töredék került elő. Mindegyik jól behatárolható helyről, mert Szavária déli városkapujától számított első inzula, hogy ezek a romani háznegyedek voltak az inzulák, ezekből kerültek elő, ráadásul a védett udvari részből, és ezeket nagyon sokszor átépítették, és akkor ugye mindig levelik, aztán újat raknak. És akkor ezeket szépen elplanírozták, hogy megtaláljuk, és aztán lehet gondolkodni, hogy melyikkel párosítható. 2002-ben Szilasi Attila Boton a BDF rajztanszékén és szakdolgozatában dolgozta fel ezeket a keretelő motívumokat, mutatom még egyszer őket, már digitális technikát is igénybe vett Szilasi Attila, és nagyon jó analógiákra is találtunk. Akkor már elég sokrétű szakirodalommal rendelkezett a Szavária Múzeum, hiszen már tervezetten vásároltunk ilyen jellegű könyveket, úgyhogy nem is kellett sokat külföldre utazni, azért voltak tanulmányutak, de ezeknek az analógiáknak a segítségével sokkal könnyebb volt már a rekonstrukciókat kivitelezni. Vagy például egy másik nagyon szép keretelő motivum, itt is ugye látszik, hogy megvan az eredeti, a következő fázis a pauszrajz, és aztán ugye a rajzos kiegészítés. Az utolsó előtti lelőhelyünk a már mindenki által ismert Kronkert. Többször hallottunk ebben a témában előadást, úgyhogy én nem mesélném el önöknek, hogy mi is található a Romkertben.
amit fontosnak találok kiemelni, hogy 1972 és 81 között tárta fel mutatásaival szentéleti Tihamér a centrális épületcsoportot, ezt oktogon néven ismerjük. Festett vakolatokat találtak a centrális karélyos épületegyüttes külső falfelületein, ugye erről mutattam már korábban képet, és kívül az udvart határoló falszakaszokon is. Ez Pannoniában egyedülálló leletnek számít tehát. A védelmükre sajnos nem fordítottak eddig túlzottan kellő figyelmet. Gyarmati András és Heitler András egy tervezetet készített 2005-ben, hogy hogyan is lehetne megúszni ezeket a csodálatos falszakaszokat, és emiatt egy ásatásra került sor 2005-ben Kis Péter és Nyernes Anita közreműködésével. Úgyhogy nem csak a mozaik miatt érdemes büszkének lenni a romkertre, amelyet ugye így önök nem hiszem, hogy láttak, hiszen fölé került aztán a védő épület közelebbről, ezt már önök is láthatták, így közelebbről. És amikor a kollégák, Erőszűdít, Ferenc Eszter és Kis Endre Csaba felszedik tulajdonképpen a megtisztítás után a nagyon rossz állapotú mozaikot, ugye ez jelenleg a múzeum raktárában található, hát nagyon remélem, hogy az lesz a sorsa, hogy mégiscsak elkészül az új épület, és valahol láthatjuk ezt a csodálatos mozaikot, de addig is ajánlom önöknek a főtéri szökőkutat, már ha nincs benne víz, akkor elég jól látható, mert hiszen ezeknek a mozaik pannónak a kis motivumait építették bele az új szökőkút aljába. Tehát például a Salomon csomó, mint látható. Ez tehát maga az oktogon, ennek a feltárásán került elő nagyon sok falfestmény. Lenn a múzeum raktárában 20x évvel ezelőtt felfedeztem ezt a kis makettet. Sajnos azóta sem készült ennél jó, hogy ezt kell mondjam. Itt láthatjuk, hogy a külső falfelületek voltak ilyen szép színesek, ezért mondtam, hogy unikális tulajdonképpen ez a lelet. Hát mondanám, hogy ma így néz ki, de nem, mert hiszen el van takarva, ugye a téli időszakra be szokták fedni, hogy egy kicsit védjék az időjárás viszontagságai ellen, illetve elkészült már ez a védőtető, és a víz elvezetés is, hát úgy, ahogy próbálták megoldani. De ezt még mindig nem szabad abba hagyni, hiszen ezek a falfestmények egyre inkább sérülnek, minél idősebbek. Pár rajz készült, 1980-as rajzot mutatok, de igazán feldolgozva eddig nem volt ez a terület. És Nyerges Anitának köszönhetően, aki 2011-ben Visegrádon tartott egy konferenciát erről az oktogoni falfestmény leletről, most már ez volt a feltárás. Most már nagyon szép digitális technikával kiegészíthették a kerengőnek a falfelületeit. Itt láthatók ugye az eredeti darabok, és akkor alá befestették digitálisan, hogy hogyan is néztek ki, milyen színeket használtak. A rómaiak voltak ilyen kis virágok, háromszínú virágok. Itt láthatjuk őket. És egy kicsit belepörgetek, hogy nem húzzam az önök idejét, mert hogy jön még egy-két romkerti fal freskó, és az állapot, erre szeretném felhívni a figyelmet, bár azt hiszem, most pont nincs itt olyan illetékes természetesen, akinek lehetne jelezni, hogy nagyon meg kellene védeni ezeket a falfestményeket, mert egyre inkább penészedik és szörnyű állapotban található. Megpróbálták ideiglenesen rögzíteni, hogy ne fogyogjon le, de a Kis Gábor legutóbbi előadás, amikor ott jártunk, akkor direkt közel mentem, és így egy újra le lehet pöccenteni tulajdonképpen ezeket a 2000 éves falfestmény szakaszokat. Hát van, akinek ez fontos, van, akinek nem. Nekem az lehet, sajnos most már nem tudok ezzel kapcsolatban valószínűleg semmit tenni, amikor tudom, elmondom, és arra kérem önöket, hogyha ismernek valakit, akkor mondják el nekik, hogy ez ugyanolyan fontos, mint egy mozaik, vagy egy aranylelet. Tehát folytatni kell ezt a munkát. Ugye mi már erről a biciklitról láthatjuk, és erről a szakaszról beszélünk. Ezek is festettek voltak. És akkor az előadásomat az Ízeum szavárjelszével szeretném zárni, amelyet, hát gondolom, minden jelenlévő már többször is felkeresett.
kedvenc képen, amikor én ide kerültem Szombathelyre, még így nézett ki, ugye ezt a műemlékvédelem akkoriban egy új dizájnként határozta meg, és végre 3D-ben is lehetett valamit rekonstruálni, nem csak az alaprajz között sétálgathattunk, hanem volt térbeli kiterjedése is. Csak hát a védőtetőt itt is, meg a konzerválást elfelejtették, úgyhogy olyan rossz állapotba kerültek ugye a faragványok, itt éppen Polyonkárának, hogyha elmenne innen valóban ez a kis valami, akkor ott van a neve. Ez egy képes lap, az ő gyűjteményéből. Itt láthatjuk, hogy hogyan is nézett ki régen az Izeum. Tehát mindenképp hozzá kellett nyúlni, és ugye jelenleg ezt a formáját mutatja. Hát konkrétan én ezzel sem vagyok elégedett, de hát örülünk ennek is, hogy ha már ez így összejött. Feltárásról elkészült egy nagyon jó térkép, szintén Delbert Ferenc geodétának köszönhetően a teljes feltárt szakaszokat láthatjuk. Hát azt is láthatjuk azért, hogy ez nem túl sok. Tehát amik feketével vannak jelölve, illetve kutató árkokat itt látunk. Maga a naosz, tehát a szentély az ugye már meg volt kutatva, itt van az oltár, és ezek az új ásatási területek tulajdonképpen, amit körülbelül 10 éven keresztül tártunk fel a kollégákkal. És szerencsére a régi ásatások során is, ahogy mondtam, tettek el falfestményeket, körülbelül 70 ládát találtam a raktárban. A 2001-ben kezdődött új ásatás során többször is tártunk fel falfestményeket, durván 100 ládára tehető, és nem csak magában a szentélyből, hanem a korábbi és a későbbi periódusból is találtunk falfestmény töredékeket. Szerencsére a feldolgozás és a közlés most nem váratott magára nagyon sokat, hiszen Harsányi Eszter és Kurovszki Zsófia időt és fáradtságot nem kímélve dolgozott ezeknek a leleteknek a feltárását. Hogyha bemegyünk az Izeumba, akkor teljes életnagyságban találkozhatunk ezen a két Isis pappal, illetve hát az egyik hölgy, ő ugye egy szisztumot tart a kezében, és fülbe valója is van, úgyhogy így könnyebb volt azonosítani, bár ugye a rómaiaknál a férfiak is néha viseltek fülbe való. Ez tulajdonképpen egy egymással szemben lévő falszakasz díszített, tehát egy kapu vagy egy ajtó volt, amin keresztül be tudtak menni a belső szentélybe. A szertartásra készültek, ezért van a hölgy kezében ugye szisztum, illetve van nála egy tejtartó tégely, és tulajdonképpen tehát ők voltak Ízisz papjai és papnői, és olyan szerencsénk volt, hogy találtunk két szisztumot ábrázoló falfestménytöredéket is, illetve hát többet ugye sikerült összeállítanunk. Ennél nagyon emlékszem, amikor megtaláltuk, és Pilok kolléga jött oda, hogy szerintem mi ez? Hát, először csak így néztük, aztán hát mégiscsak Izeumban vagyunk, hát mondjuk el azt, hogy ez egy szisztrum, de szerencsére az analógiák segítettek, és tényleg egy szisztrumot, tehát ezt a csörgőt ábrázolja, ami itt aztán már kézben is tart ugye a papnő, úgyhogy az Izeumban egy rekonstrukciót önök is kipróbálhatnak, nyugodtan vegyék fel és csengessék meg, bár nem olyan kellemes a hangeszkénkben. Nagyon sok mindent találtunk tehát az Izeumban, Eszternek Zsófiának köszönhetően ezt be is mutatták, úgyhogy erről is hoztam azért önöknek pár képet, hogyha legközelebb ott járnak, akkor talán még céltudatosabban lépnek oda a falfestményekhez. A rómaiak nagyon ötletesek voltak, hogyha nem volt elég pénzük, akkor úgy csináltak, mintha lenne, és márvány helyett úgy festették ki a lábazatot, mintha márványból készült volna. Ezt úgy hívjuk, hogy márvány inkrusztációs stílus, tehát imitálják tulajdonképpen a márvány, de nincs ott. Aztán nagyon jellemző az Izeumra ezek a gyönyörű növényi ornamentikák, ezek a díszítések. Ez Pompejjel találtam párhuzamot, nagyon hasonlít, megmutatom még egyszer. No, tehát ezek az egymástól kisurkolódó kis köröcskék virág és levél díszítéssel már ott is megtalálhatóak. Tehát nem egy kis provinciális szentélyről beszélünk, hanem valóban egy Rómához, Pompejhez ízlésben alkalmazkodó szentélyről van itt szó Szaváriában. A készítés technikáról is találtak Zsófiék, találtak tümpanot, itt van az a bizonyos szisztrum töredék, tudta kiegészíteni.
és aztán, ami igazán nagy meglepetés volt, hogy a mennyezetről is találtak töredékeket, itt is láthatjuk, hogy náddal volt ugye kötegelve, és arra került ugye a friss vakolat, amelyet aztán színeztek, különböző egzotikus állatokat találtunk, csodálatos növényeket, és a mennyezet, amelyet aztán tényleg nagyon aprólékos munkával Zsófi és Eszter pár évvel ezelőtt végre összerakott, ehhez is hoztam egy analógiát, tehát ez sem példa nélküli, de akár privécióból is hozhattam volna, és akkor a Szombathelyi TV-nek a riportjával szeretném zárni az előadásomat. És ahogy ígértem önöknek, remélem sikerült bebizonyítani, hogy nem úgy nézett ki Szamária, ahogy jelenleg elképzeljük, ha az Ízeóra pillantunk. Ez egy elképzelés, de régészeti leleteken, feltárásokon alapszik. Restaurátorok megvizsgálták a Pompejben található Ízeót, arról ugye egy falfestmény is tanúskodik, és ezek alapján azt mondhatjuk, hogy valami ilyesmi lehetett Szamáriában is. Az Ízeón, az oszlopok alul vörösek, a tulpanon minden gyönyörűen tózódott a színekben. Szerintem egész más így gondolni az antik világra, az antik kultúrára. Ha akár a görögökhöz utazunk, az Akropoliszra, ott is vakító fehérség, de benne a múzeumban ott is tessék megfigyelni, hogy még a szobrok is ki voltak festve. Tehát sokkal színesebb volt 2000 évvel ezelőtt a világ, mint azt mi gondolhatnánk. És a graffitiket is imádták a rómaiak, úgyhogy kedvenc filmemből, a Brian életéből, rómaiak, menjetek haza a felirat, ugye Románéten nomul. Ezzel szeretném zárni az előadásomat, illetve egyik kedves kis Zrín is volt tanítványommal, aki sajnos már nem Magyarországon él, remélem azóta is, hogy mindig szereti a történelmet, mert hogy a látványtárban, amikor még ott dolgoztam, akkor csináltam falfreskós foglalkozást a diákoknak, és itt a már ismert keletelő motívumot festették meg a gyerekek, és kipróbálhatták magukat, hogy ilyen kis római piktorok. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!